A számokat tanulták meg ilyen játékos formában ezek a pécsi gyerekek, méghozzá kínaiul. A fiatalok a Bánki Donát utcai általános iskola diákjai. Számukra most új lehetőséget biztosít az intézmény, ugyanis felavatták a Konfúciusz tantermet. Tabletekkel, interaktív táblával, tankönyvekkel van felszerelve a terem, és ami nagyon fontos az az, hogy nem csak a kínai nyelvet, hanem a kínai kultúrát is tudjuk ezáltal tanítani a gyerekeknek. Pécsen elsőként alakítottak ki egy ilyen tematikus termet. A tankerületi központ igazgatója szerint ez jó példa lehet más iskolák számára is. Elsősorban az a fontos, hogy a gyerekeket a kultúrára tanítsuk meg, nem csak a magyar kultúrára, hanem európai kultúrára, és így akár a kínai kultúrára is, amely több ezer éves gyökerekkel rendelkezik. A Konfúciusz Intézet hosszú távú célja, hogy szélesítse azt a portfóliót, amit részben a szülők, részben a tanulók tudnak választani annak érdekében, hogy a későbbiekben olyan szakmára találjanak, amely versenyképes. Azt gondolom, hogy nem kell különösebben ismertetni azt, hogy Kína mi befolyással bír a napi világra, a napi életünkre, és ha valaki egy nyelvet, egy akár kínai nyelvet is birtokol, akkor egészen biztosan sokkal jobbak lesznek a szanszai, akár a továbbtanulásban, akár majd a jövőbeni szakmájában. Az intézet kínai igazgatója úgy fogalmazott, ezzel az új tanteremmel egy komoly mérföldkőhöz érkezett az intézmény. Az intézet 2015-ös alakulása óta ez az egyik legnagyobb elért siker. A gyerekek nem csak elméleti, hanem gyakorlati feladatokon keresztül is megismerkedhetnek a kínai kultúrával. Ez szerintem szükséges a minőségi oktatás fejlesztéséhez. A Konfúciusz Intézetbe egyébként évente új tanárgárda érkezik. Idén olyan oktatókkal dolgozhatnak a gyerekek, akik mind a nyelvi, mind a kulturális ismereteket is első kézből adják át.